megvagyunk. Vera, a megszállott nyomozó. Asszonyom, elnézést, hogy vasárnap zargatom. Itt három műszakban dolgoznak. Én is, szívem. Cserbenhagyást mondtak. Egy kamiont leállítottak a vámosok, de tovább ment. Elgázolta a művezetőt, Gary Mellont. Kihajtott a sorompón. Tudunk róla valamit? A mentősök egy órája indultak el vele. Több sérülés van a fején, Jack már a kórházban van. Jó sok tanunk van. Munkások, fuvarozók, biztonságiak, most veszük fel a vallomásukat. Akkor ez mi volt, rablás? A feladás törvényesnek tűnt. Bednell szállítmányozás. A sofőr neve a listán Michael Brindle. Úgy látom, rendszeresen jár erre. Jó. Menjen be a központjukba, a kamionokon van nyomkövető, meg tudják mondani, merre van most. Beszélnék a vámosokkal. Nicola Dobbs, ő ma a főnök. Éjjó. Mark, a kamionon van nyomkövető. Pillanat. Jó napot, Sternhope főfelügyelő, szívem. Maga akarta ellenőrizni a kérdéses kamiont? A konténer rajta volt a kamionon. Valami feltűnt az egyik plombánál. Nem egyezett a PINA listával. Értem, és mi volt a szállítmányban? Laptopok, merevlemezek, nagyképernyőjű tévék. Ki volt a feladó? Kár elektronikai import, nagykereskedő, Lahorból érkezett. Történt mostanában más incidens is, amiről tudnunk kéne? Néhány konténert feltörtek a vámudvarban. Kísértékű lopás. A kikötői hatóságok is hagyták. Úgy érti, elhallgatták? Ez egy nagy üzlet. Jó, ha az áruk biztonságban tudják.
A sofőr, ez a Michael Brindle, tud róla a leírást adni? Valószínű, lesz róla felvétel. Ilyen, ki tudod keresni a gázolás felvételét? Szúrópróbaszerű ellenőrzésre szedték ki, de a sofőr kövérgázzal távozott. Nem akarta, hogy kinyissák a konténert. A sofőrök nem igen tudják, mit visznek. Lehetséges, de ez az űrge tudott valamit. Ki kellett szállnia a kocsiból? A fülkék automatizáltak, gyorsabbak, biztonságosabbak, hatékonyabbak. Vagyis nincs használható felvételük. Ilyen, behozod a konténer platform felügyeletet? Igen, a felső monitoromban. Most. 20 perccel korábban volt. Közelebb tudnánk menni? Nem szeretne látszani a kamerán, igaz? És mi ez a szám itt? Minden konténernek egyedi PIN-kódja van. És más is hozzáférhet ehhez a PIN-hez? A feladó és a szállítmányozó. Mark? Asszonyom, gondolom érdekli. Felbukkant a valódi Michael Brindle. Köszönöm. Pontban 9-kor jött. A Stocktoni raktárból érkezett. Mindig megáll reggelire a Killingrove-i büfénél. Órát lehetett hozzáigazítani. A hiányzó kamionon hamis rendszám van? Ártatlan áldozat, ellopták a kártyáját. Beviszem az őrse, azért felveszem a vallomását. Na ne, inkább hagyjuk ezt. A hiányzó kocsira fókuszáljunk. Parkolók, raktárak, minden, ahol elrejthetnek egy kamiont. Igen, asszonyom. Velem jönne, uram? Ugye maga a Jared? Szerencsésen megmenekült. A művezető nem ugrik oda, én lennék kórházban. Igazából a sofőrről szeretnék személyleírást kapni. Én alig láttam. De maga kezelte a kapunár. Rendszeresen járt erre? Pár hete kezdtem a melót. Nem ismerem az arcokat. Azért fizetnek, hogy engedjük át a kamionokat. Nézesse meg magát egy orvossal, hm? Jól vagyok. Lehet, hogy agyrázkódása van. És nehogy a saját lábán menjen be. Azt hittem, már elment. Most beszéltem a fiatal Jareddel. Mit gondolunk? Valaki hamisított neki egy jogosítványt. Bűvészkedett a PIN-kóddal, és ellopja a szállítmányt. És úgy tűnik, a kikötőben senki sem nézte meg jól. Miért azt a konténert? Tévék és laptopok. Eladja az eBay-en. Ekkora cirkusz pár tévéért. Nem éri meg. Jack? Ébren van? A doki vért talált a koponyájában. Leszedálták és megműtik. Vagyis egyhamar nem beszélhetünk vele. Ki az ott mellette? Az édesanyja, Sandra Mellon. El sem mozdul mellőle. Tessék, szívem. Köszönöm. Azt mondták, rablás volt? A csapata egyik tagja a kamion útvonalába került. A fia ellökte onnan, vállalva, hogy megsebesül. Pedig ma reggel nem is kellett volna dolgoznia. Biztos benne? Megígérte, hogy bevisz a városba, hogy ne kelljen buszoznom. Este hívott, hogy lemondjam, mert kevesen voltak. Olyan jó szívű az én Gerim. Most nézze, hogy hol végezte. Nem szeretné, hogy felhívjunk valakit. Egy ideje már egyedül él. Anyukája itt lesz vele, amint magához tér. Persze, nyilván itt lesz. Megvan a Cars Electrical Import címe, Wingrove-ban van az elosztóközpontjuk. A tulajdonos neve Julian Carr. Már 30 éve vagyunk a szakmában. Független beszállítóként. Menő utcai boltok.
Ma a legtöbb üzletünk már online zajlik. Elektromos készülékek. Igen. Ez rossz hatással lesz az ellátási láncunkra. Mindent Paytonon át importálnak, igaz? Igen, a kis kikötőkben alacsonyabb az adó. Kevesebb bürokráciával kell számolnunk. Itt ez a vámárú nyilatkozat. A lopott árucikkek listája. Azt mondja, stimmel rajta minden? Elsőre minden jónak látszott. Na jó. Ez a Bednell szállítmányozás. Kellene még tudnunk róla valamit? Kiszervezzük a szállítást és a fuvart. Harmadik fél szállítmányoz. Mindig megbízhatóak voltak. A kérdés, amit feltettem magamnak, Mr. Carr. Miért a maga konténerét választották ki? Talán csak szerencséjük volt. Hallom, az egyik alkalmazott megsérült. A műszakvezető a kikötőben. Még kritikus állapotban van. Együttérzésem a családnak. Ah, persze. Kösz, Mr. Carr. Van valami? Minden legálisnak tűnik. Az import-export jövedelmező üzlet lehet, az öltönye szabásából ítélve. Maga szerint benne lehet? Ez a rablás tuti nem véletlen volt. Belsős munkának kellett lenni. Mark? Paytonban vagyok, asszonyom. Az ipari parkban. Megvan a kamion. Most erősítették meg a helyszínelők. Biztos, hogy ez az a jármű, amit használtak. Az egyik oldalsó lámpa megsérült a sorompónál. Itt hagyták a rakomány felét. Nem számítottak rá, hogy elgázolják Gary Mellont. Hát nem. A rakomány nagy részét elvitték a helyi lógósok. Korán jött idén a karácsony. Jó, nézze meg a ki- és bevezető utakat, Mark. Hát, ha valaki látott valamit. Megyek. Malcolm? Igen? Milyen van nekünk? A fülkét befújták fertőtlenítővel. Bárki is vezette, eltüntette a bizonyítékokat. Ah, remek. De a konténer más történet. Megy egyedül is, köszönöm. És ezeket senki nem törölte le? Nekem nem úgy tűnik. Még mindig nem jutottunk el idáig. Értékelném, ha nem fogdosna össze semmit. Szabad rablás lehetett? Több tucatnyi új lenyomatot fogunk találni itt. Nekem elég lenne egyetlen új lenyomat, Malcolm. Tudja, hogy ilyenekben élnek is? Kezdő lakásnak nevezik. Hát, láttam rosszabbat. Néhány ablak. Egyiket a végébe raknám, a másikat pedig errefelé. Itt felfeszítették a burkolatot, Malcolm. Látom. Ugye nem ért hozzá semmihez? Gondolom, hogy ide alá rejtettek el valamit. Ami nem volt a leltárban. A Healy őrmester, segíthetek? Beszélnem kell a főnökkel. Asszonyom! Felhatalmazásom van lefoglalni ezt a járművet. Mert ki maga? Lucia Kio, az NCI-től jöttem. Kicsit elkésett, szívem. A cucc felét ellopták. Az északkeleti bűnügyi egységgel dolgozom, egy folyamatban lévő megfigyelésen. Parancsa is van rá? Lehetne, hogy négy szem közt beszéljük meg? Felteszem, hogy kábítószer volt. Igen, szerintünk a rablás a maffiához vezet. Gondolom, van valaki a látóterükben. Sajnos erről nem beszélhetek. Grace Webley. A városi bűnszövetkezet vezetője.
Igen, tudom, hogy ki Grace Webley. Akkor tudja, hogy Webleyék vezetik a kikötőt. A hely tele van korrupcióval. Ez csak feltételezés. Nos, ezért hagytuk magának egy kis teret. Hogy ne szivárogjon ki. Hát erről nem kezeskedem. Lenyomozta már a fuvarozót? Michael Brindle? Nem Michael Brindle vezette a kocsit. Még megpróbáljuk kideríteni, hogy ki volt. Találat van a kocsira. 3 hete lopták el egy teherautó kölcsönző cégtől. Ennek semmi értelme. Webleyék mindig tiszták maradtak. Nem tudtuk visszakövetni. Értem. Miért kockáztatnának egy lopott kamionnal? Kockára teszik a működésüket. Ja, ha volt is droga a konténerben, szívem, már rég nincs ott. Drogok? Felvilágosítanak? Igen, van együk a konténer hátuljában. Kerékminta és cipőnyomok. Igen, nos, a csempészárut nyilvánvalóan átrakták egy másik járműbe. Egy furgont keresünk. Vitték, amennyit bírtak, a többi itt maradt. Tudták, hogy beszennyezik a bizonyítékot. Jó, akkor adjunk ki egy körözést. Bármelyik furgonra a környéken a rablás időablakában. Ez az incidens a vámhatóság és az NCA hatáskörébe tartozik. Na, tisztázzunk valamit, szívem. Én vezetem ezt a nyomozást, hívja vissza a kutyáit, és hagyja a helyszínelőket dolgozni. Na, mit tudunk Webleyékről, Kenny? Grace Webley vezeti a családi vállalkozást. Igen, és sosem piszkolja be a kezét. Az idősebb fia Dylan vette volna át a boltot, de néhány hónapja holtan találták. Senkinek nem nagy veszteség. A pletyka szerint egy rivális drogbanda ölte meg. Az utcán azt beszélik, Grace Webley visszavonultabban él, mert a fiát gyászolja. Talán csak be akarja bizonyítani, hogy tévednek. Mi van, ha van egy emberük a kikötőben? Hm? Valaki, aki megkenhető. A szállítmányozó cég tisztának tűnik. És mi van a sofőrrel? Michael Brindle-vel. Semmi sem kapcsolja a szervezet bűnözéshez. Nem, de óramű pontossággal bukkan fel a Killengrove büfében a békonos tojásáért. Ja, valaki a kikötőben tudhatott róla, valaki, aki ismerte a rutinját. Pontosan, Kenny. Minden sofőrt átvilágítanak, alap- és nemzetbiztonsági szinten. Valaki mégis átcsúszott a hálón. Elnézést a zavarásért, asszony. Végül csak befutott. Egy kicsit elszundikált, szívem? Nem, de Kelly Mellon itt ül az egyik kihallgatóban. Ki? Gary Mellon volt neje. Azt állítja, eltűnt a fia. Gary a páratlan hétvégéken volt Joe-val. Ilyenkor köhögi ki a gyerektartást is. Most ő volt a soron? El kellett volna vinnie a suliba ma reggel, de nem jelent meg órán. Félek, a férje tegnap reggel belekeveredett valamibe a munkahelyén. Mibe keveredett bele? Azt hiszem, elütötte egy kamion, szívem. Súlyosan megsérült. Az intenzív osztályon van. Hol a pokolban van a fiam? Hány éves a fia? Most 13. Mikor látta utoljára? Szombat reggel. Én vittem át Bedlingtonba. Átadtam az apjának. Bedlingtonban? Joe minden szombaton ott rögbizik a gyerekcsapatban. És hánykor rakta ki a fiút? Szerintem úgy 2:30 körül. Egyik barátjánál sincs? Egész nap telefonáltam. Senki nem hallott róla. A mobilja ki van kapcsolva. Az apja lakásánál sincs mozgás. Paytonban lakik? Canto Farm lakópark. Gary anyukájának van kulcsa. Tudta, hogy Joe az apjával tölti a hétvégét? Kelly az utolsó pillanatban mondja le, mert mindent kitalál, hogy Gary ne találkozzon rendszeresen vele. Mondhatta volna, hogy Garynek van egy fia, szívem, és hogy elvált. Jó, de már több éve, hogy faképnél hagyta a fiamat. Megszakadt Gary szíve, amikor elvitte a fiát. Azt mondja, hogy Gary csak ritkán láthatta a saját fiát. Mindez Kelly miatt van így. Távoltartási végzést is kért ellene. Asszonyom. Beszéltem a szomszédokkal. Látták Garyt leparkolni szombat este, de nem tudják, hogy Joe vele volt-e. Jó, kérje le a hívás listáját, hát ha kiderül belőle valami. Fúj! Biztos kitakarított volna, ha tudja, hogy jön Joe. Nem hagyja így a helyet. Hát, értem. Joe biztos inkább a haverjaival lesz valahol.
De nem hagyta volna itt az inhalátorát. Azt hiszem, ez egy régebbi szívem. A stressz váltja ki. Mondtam is Gerinek. Anyu és apu folyton veszekszik. Megkérhetem, hogy kint várjon meg szívem. Egy perc és megyek. Köszönjük, Sandra. Kenny küldött néhány infót a távoltartási végzésről. Gary Mellon részegen jelent meg Peter Hansonnál, és látni akarta a fiát. A rendőrség letartóztatta rendzavarásért. Nem olyan szent, mint az anyja gondolná. Valahogy mégis eltökélt apának látom. Értékes idő a fiával, pedig egész hétvégén tivornyázott. A hűtő tele van kajával, egy csomó DVD. Hol a hálószobája? Ebben az ágyban ma nem aludt senki. Kelly szerint kint volt a meccsen. Hol van a cucca? A koszos meze? A fiú tuti nem volt itt a hétvégén. Az apja nélküle érkezett haza. De hol lehet az a fiúcska? Joe Mellon játszott a szombati meccsen, a gyerekcsapatban. Az ő pontjával győztünk. Az apja is itt volt megnézni a meccset? Bement a klubházba valami frissítőért. Lemaradt a fia sikeréről. Ezután is látta még Joe-t? Egyedül ült az öltözőben. Magam küldtem ki zárás előtt. Ó, akkor nem az egyik csapattársával ment el? Azt mondta, az apját várja. Ez mikor lehetett? Hát körülbelül 5 előtt. Történt valami, amiről tudnom kéne? Azok a kamerák? A klubhoz tartoznak? Volt pár kocsi feltörés. Feltetették velünk a béke kedvéért. Belenézhetnék a felvételbe, szívem? Fel kell hívnom az irodát. Ha nem nagy kérés. Kösz. Na. Vagyis szombat óta senki sem látta. Egy nappal a rakomány ellopása előtt. Ha az apja megvárakoztatta, talán összevesztett? Igen, lehetséges, de ez nem magyarázat rá, hol bujkált 2 napja. És ettől még elvihette volna suliba. Vajon miért nem jelentette az eltűnését? Ehelyett műszakot cserélt, és bement dolgozni. Ez valahogy a rabláshoz fog kapcsolódni. Lefuttattam egy tömegspektrográfiás vizsgálatot a pormaradványon, amit talált. Egyértelműen heroin. Szerintem abban az üregben 20 kilónyi heroin volt. Nem csoda, hogy nem engedték oda a vámosokat. Nem, az új lenyomatok. Jöjjön. Tehát 7 különböző új lenyomatot különítettünk el a konténerről. 2 volt benne a rendszerünkben. Ah. Egy tinédzser lány, akit kisbolti lopáson kaptak. És egy szemétlerakásért elítélt nyugdíjas. Nehezen hiszem, hogy a drogkartel tagjai. Nem, de ez leszűkíti a televíziók fellelhetőségét. Ez meg mi? Már a rovarokat is begyűjtjük? Igen. Tudja, mindig is szenvedélyem volt a törvényszéki rovartan. Igen. A sofőrfülke padlóján találtam. Culisseta annulata. Hétköznapi szúnyog. Igen, tudom mi az. Kicsit légből kapott, de figyeljen. Volt egy érdekes eset pár éve, ami precedens teremtett. Egy tromszói halászt elítéltek a felesége meggyilkolásáért. A nejének viszonya volt a testvérével. Térjünk a lényegre, jó? Kivonták a DNS-ét egy szúnyogból, amit a bérelt kocsiban találtak, amivel a feleségét követte. Szóval, ha ez a kis fickó itt belakmározott a sofőrből, lefuttatjuk, hátha. Van kérdés? Kenny, akármi? Ellenőriztem a dokmunkásokat, ahogy kérte. És? Jared Drew már volt büntetve. Ezt komolyan mondja? Igen, 6 hónap lőfegyver birtoklásért. A fegyvert egy raktárrablásnál használták. A fő gyanúsított Grace Webley fia Dylan.
Ah, hát itt is van. Feltámadt a hambaiból. Jó, kezdjük előről, szívem. Az a kamionsofőr azt mondta, hogy alig látta az arcát. Igen, így volt. Azt hiszem, a fejét ért ütés elhomályosította a szemét, szívem. Tudjuk, hogy belsős munka volt. Ismerősnek tűnik a Dylan Webley név? Elég jól ismerem. Valóban közel állhattak, ha megérte, hogy vigyázzon a fegyverére. Nem volt választásom. Mit kapott cserébe? A fél év fiatalkorúak börtönén kívül. Az anyja szólt az érdekemben. Szólt, hogy van állás a kikötőben. Soha nem vettek volna fel ilyen előélettel. Grace Webley szeme és füle. Nincs semmi közöm ahhoz a rabláshoz. Kábítószer kereskedésért hosszabb időt fog bent tölteni. Nem tudtam a drogról. Arról viszont igen, hogy valami simlis ügy készül. Ezért állt a kapunál. Az a barom szúrta el. Gary Mellon? Korán jött be és átírta a beosztást. Nem vitatkozhattam. Milyennek látta, amikor beért a munkába? Nem tudom. Egy kicsit zavart volt, feszült. Volt már bármi ügye Webleyékkel? Tőle kérdezze meg. De magát kérdezem. Van egy klubkocsma a Canton Roadon. Grace Webley a tulajdonos. A dokmunkások törzshelye. Még mindig dolgozik? Nem akarom, hogy kimaradjon valami. Az ellopott konténerben. Szerintünk több kiló heroint rejtettek el a burkolat alatt, ami gyanúsá teszi a megrendelő céget is, de úgy látom már a maga látókörébe került. Sosem találtunk nála drogokat. Nincs rá bizonyíték, hogy sáros lenne. Mi van a korábbi betörésekkel? Az udvari konténerekkel? Semmihez nem tudjuk kötni. Eltekintve attól, hogy mindegyik Lahorból jött. Kar elektronikai cikk importja, és azt hiszem ez a Webley szindikátus egyik üzlete. Ez a megfigyelési ügy alaposan kidolgozott. Ha rájönnek, hogy figyeljük őket... Lehet, hogy előkerül néhány nyom. Felkavarjuk a port. Az egész műveletet veszélybe sodorja. Ha elkapjuk Webleyéket, talán a beszállítókat is megtaláljuk. Visszakövethetnénk a forrásig. Valóban rengeteg munkát tettek már bele. Lenyűgöző. De én nem látom a megfigyelési parancsot. Szervezett bűnözésről van szó. Néha piszkosan kell játszani. Ezt nem hallottam meg. Ez a fickó? Connor Barton. Grace Webley egyik lakája. Nekem is beszélnem kéne vele? Nem, ő szedi be a lakbéreket, beváltja a csekkeket, tisztázza a pénzt. Miért van fent a falon? Mert a Canton Roadi kocsma kidobó embere. Tudom, hogy ez Grace Webley egyik üzlete. Declan Webley vezeti. Grace életben maradt fia. Gary Mellon volt a belső emberük. A művezető? Minden műszakban ott van az érkezésnél. Hozzáfér az adatbázishoz, beosztásokhoz, PIN-kódokhoz. De megsérült a rablás folyamán. Talán valaki el akarta hallgattatni. Miből gondolja, hogy ő lesz az? Mert a fia még nem került elő. Mindjárt lesz egy eligazításunk, addigra elintézem, hogy részt vehessen rajta. Kivételes helyzetben vagyok, ha a főfelügyelő beenged. Egyértelműen díjazza. Ki is hagyhatna. Egy csapatban játszunk. Jó, akkor ez minden? Igen, asszonyom. Akkor nézzük meg jól. Hadd mutassam be Kio ügynököt a nemzeti bűnözéstől. Lucia. Igyekszünk egyből tájékoztatni a fejleményekről. A Rugby Club parkolójának a felvételei.
Joe 17 óra 05-kor írt az apjának, és pár perc múlva fel is hívta. A klubházban ült, a pultot támasztotta. Egy furgon jött a főút felől, és megállt a fiú magasságában. Igen, és ez az utolsó nyomunk. Mi? A kamera nem vett fel semmit? Valószínűleg felmérték előtte a helyet. Meg tudjuk nézni a rendszámot? Ebből a szögből nem látjuk jól. Szerezzenek hozzá egy technikust! A fiú szombat óta nem került elő. Jelentsük be nyilvánosan. Egy kicsit késő hozzá. Valaki biztosan látta. Nem jelentjük be nyilvánosan, amíg nem tudjuk, mivel van dolgunk. Ha Joe-t kényszerítés céljából rabolták el, az elrabói miért nem vették fel senkivel a kapcsolatot? Igen, feltételek, utasítások, váltságdíj. Azt mondta, Joe felhívta az apját a klubból. Nem válaszolt az SMS-ekre. Főnök, van itt egy hívás 17:11-kor. Ez már 5 perccel az elrablása után volt. Joe mobiljáról hívták Gary Mellont. Igen, bizonyítva, hogy náluk van a fia. Ez egy emberrablásos zsarolás. Miért vinné el bárki a fiamat? Ezzel akarták rábírni az apját, hogy segítsen a rablásnál. És addig túszként tartották fogva. Semmi okuk, hogy ártsanak neki. Mert nem engedik el? Mert nem tudják, hogy Gary megsérült, szívem. Ha magához tér, és még mindig náluk van a fia, akkor nem fog beszélni. Nem hiszem el, hogy ez történik. Beszélt a férje valaha a Webley családról? Nekem nem. Alig beszéltünk. De maga hallott róluk, ha Paytonban nőtt fel. Igen, nem jó velük újat húzni. Azt mondja, hogy ezeknél lehet Joe. Tudtam, hogy nem szabad rábíznunk. Megmondtam, nem igaz? Amikor elvitte a fiót Bedlingtonba, milyennek látta Garyt? Semmi különös. A parkolóban találkoztunk, ki sem szálltam a kocsiból. Úgy hallottuk, nagyon felhúzta magát, amikor nem láthatta a fiát. Gondolom, beszélt az anyjával. Csak próbálom kideríteni, mi járt a fejében, szívem. Miért keveredett bele ilyesmibe? Az utcán kéne lennie és Joe-t keresni. Segíteni próbálnak, rendben. Összekötöm magukat egy családsegítő kapcsolattartó tiszttel, aki magukkal marad, amíg elő nem kerül. És addig is. Majd jelentkezünk. Rendben. Jól vagy. Milyen apa keveri veszélybe a gyerekét? Nem ő a hibás, hanem az, aki elrabolta. Miért nem fordult a rendőrséghez? Hogy még nagyobb veszélybe sodorja? Főleg tudván, hogy kivel van dolgunk. Akkor is. Ha az én fiam lenne... Ez egy másik világ, szívem. Azt tette, amit a legjobbnak tartott a fiának. Látjuk, hová vezetett. Csak találjuk meg a fiút, a többi nem számít. Jack? Asszonyom, lenyomoztuk a rendszámot. A furgon Connor Barton nevén van. Kösz, Jack! Connor Barton, Connor Barton... A pasi fent volt a falán. Biztonsági őr volt abban a kocsmában. Úgy látom, más is érdeklődik a hely iránt. Healy őrmester, Stanhope főfelügyelő. Connor Bartont keressük. Jó ideje nem láttam. Pedig itt biztonsági őr. Igen, behívjuk, ha a kidobó emberre van szükség. Egyes alakok erőszakosak. Mr. Webley. Van ötlete, hol találjuk meg Connor Barton? Az anyjával él Kámboszban. Az egyik kollégánk már járt az anyjánál. Ő sem látta mostanában. Connor bajba keveredett. Nem először esne meg. Egy nemrég elkövetett rablásról kérdeznénk ki. Egy konténert loptak el a kikötőből. Elgázoltak valakit, nem? Nem, gyilkossági kísérletnek vesszük, szívem. Az áldozat pedig Gary Mellon, az egyik törzsvendég. Gary minden este itt van. Nincs vele semmi baj? Lehet, de most az intenzív osztályon fekszik. Eva majd szervez egy gyűjtést neki. Volt, hogy Connor Bartonnal jött le? Nem emlékszem rá. Miért kérti? Mert Gary Mellon fiát elrabolták szombaton. Ugyanabban az időben, amikor Connor eltűnt.
Azt hiszem, az anyának is dolgozik. Az egyik kifutó fiúja. Én igyekeztem kimaradni a családi vállalkozásból. Hát, ezt valamiért kétlem. Ez lenne a tökéletes hely, hogy tisztára mossák a pénzt. Ez egy legális klub. Nem kell anyám segítsége, hogy elvezessem. Ha esetleg felbukkanna, mindenképp tudassa velünk. Majd még kevésbé fogok hinni magának. Barton. Grace Webley egyik lakája. Jelenleg ismeretlen a holléte. Ha megtaláljuk, nagy eséllyel meg lesz a fiú is. Két helyen bukkant fel a kocsi a Joe elrablásának napján. Egy benzinkútnál Morfettől délre, 17:35-kor, és negyed órával később a B úton Harbour mellett. Persze. Olyan helyre vitte, ahol nem találjuk meg. Asszonyom, az ott főleg erdő és földek. Nem kutathatunk át minden pajtát. Igen, tudatában vagyok, Mark. Valaki menjen ki ahhoz a benzinkúthoz. Két férfi egy furgonnal. Látták-e a fiút? Kérdezzen rá, hogy Barton kártyával fizetette. Igenis. Jack, menjen át Tynemouth-ba. Maradjon az anya mellett. Lelki szemetes ládának, ezért vannak a segítők. Olyas valakire van szükségem, akiben bízhatok, aki odafigyel, ha? Fontos, hogy jelen legyen, ha megpróbálják hívni. Utána néztünk Declan Webley-nek, ahogy kérte. Tudunk egy összetűzésről a rendőrséggel. Két éve rátámadt egy vendégre a klubban. Fejbe vágta egy biliárdákóval. Mi lehet, ha veszít a kocsmakvízben? Megvan az orvosi kartonja. Egy ideig a pszichiátrián volt, gyerekként utalták be. Antiszociális személyiség zavara volt. Úgy láttam, az anyja vitette be. Uh-huh. Hát, gondolom, nehezen emésztette meg. A kórház volt. Gary Mellont kitolták a műtőből. Nem túl biztató a helyzet. Elnézést, Gary Mellont keresem. Postoperatív stroke. Az agyatért trauma eredménye. Értesítse a gyerekvédelmet. Ez már gyilkossági nyomozás. Olyan nagyon sajnálom, szívem. Tényleg őszintén. Tudom, hogy maga is bűnözőnek tartotta. Azt hiszem, a fia hozott pár rossz döntést, és nem látott kiutat belőle. Úgy éreztem, itt kell lennem Gary mellett. Egy kicsit elkéstél vele. Nem veszekedni jöttem. Ez a te hibád. Az egész. Erőltetted. És erőltetted. Amíg meg nem törted. Az én Gerim soha nem kezdett volna ilyen emberekkel, ha Kelly nem hagyta volna el. Értem, szívem. Jöjjön. Semmilyen sem maradt. Felvett valami uzsora kölcsönt. Csak azért vette fel, hogy rendezze a perköltséget, amikor Kelly megkapta a felügyeleti jogot. Tudja, ki adott neki kölcsönt, szívem? Valaki a klubból, azt hiszem, a bankok elhajtották. Azt mondta, ne aggódjak.
kézben tartja a dolgokat. Holnap nyilvános árverésünk lesz, lent van rám szükség. Ha őszintén válaszol, nekem hamar megleszünk vele. Gary Mellon, a Payton konténer kikötő műszakvezetője. Mi közünk van hozzá? Meghalt ma reggel. Egy rablás során szerzett sérülések miatt. Megtaláltuk az ellopott hajózási konténert. Úgy tűnik, heroin szállítottak benne. Kemény drog, nem élünk vele. Nem fejezné be végre? Átállt a használt edényekre? Rózsamintás csiallong váza. 18. század vége. Ó, flancos cucc. Kikiáltási ár 45 ezer. Egy rendőr 10 éves fizetése. Beszéljünk Connor Bartonról. Nem ismerős a neve. Nem? Az egyik kifutó fiúja, a klubban dolgozott kidobó emberként. Jobb, ha Declannel beszélnek, ő vezeti a helyet. Szerintem az anyukája a valódi főnök. Az ilyenök nem bírják ki. Bizonyítékunk van, ami Connort egy 13 éves fiú elrablásához köti. Gary Mellon fiához, Joe-hoz. A rablás előtti napon tűnt el. Sosem veszélyeztetnék egy gyereket. Akkor jobb, hogyha rendbe hozza. Akkor is hazudik, ha kérdez. Igen. De az arca, amikor az eltűnt fiúról beszéltünk. 20 kiló tiszta heroin. Mennyit érhet az az utcán? Úgy nagyjából 1 milliót. Intenzív osztályra kerül a belső emberük. Rendőrségi nyomozás is indul. Nem, ez nem áll össze. Tudnia kellett, hogy új szállítmány jön. De mi van, ha valaki más lopta el az orra elől? Hm? Valaki, aki ismerte a csíziót. Egyenlíteni akarna, nem igaz? Rendezni a pontszámot. Mit akart? A tegnapi rablásról kérdezett. Hallom, megsérült a művezető. Meghalt ma reggel. Van ötleted, ki lehet mögötte? Rá fogok jönni. Hamarosan. Kész az ebéd. Mosd kezet. Köszönjük. A neve és a telefonszáma. Ellenőrizzük. Egy pillanat. Valaki gyújtóbombát dobott be az ablakon. Tegnap este 9 körül. Sebesültek? Kevesen voltak, szerencsére. Gondolom, senki nem látta, hogy ki volt. Hogyha igen, nem mondja el. De Klönfebli nincs itt. Beugrott reggel megnézni a kárt, de a rendőrség előtt lelépett. Tegnap este sem volt itt? Városon kívüli üzleti ügyek. Kérdezzen ki valakit, aki itt volt.
Maga meg mit művel? Úgy látom, maga és Connor Barton együtt vannak. Szép lövés! Örülnék, ha letenné, szívem. Beszéltem az egyik alkalmazottjával. Ő mondta, hogy itt találom meg. Az a gyújtóbomba támadás este a klubja ellen. Van ötlete, ki állhat mögötte? Fogalmam sincs. Jó pár embernek keresztbe tehetett a munkálkodása során. Kaptunk már fenyegetéseket. Hamar rendbe hozzuk a klubot. Úgy látom, kölcsön adott Gary Mellonnak. Kisegítettem. Belement a feltételekbe. És amikor nem tudott fizetni, megígérte, hogy kiválthatja a hitet. Bocs, nem tudom követni. Gondolom, arra már nem emlékszik, hogy merre járhatott a rablás reggelén. A klubban voltam. Reggeli műszak? Standoltam. Ha nem akar letartóztatni... Nos, bárki is lopta el a 20 kiló heroin Grace Webley-től. Elég közel kellett állnia hozzá. Talán valaki, aki neheztelt is rá. Lehet, hogy szemet huny az apró stiklik fölött, szívem, de ezt nem fogja ennyiben hagyni. Reménykedjen, hogy én kapom el előbb. Állítsunk rá valakit. Van rá esély, hogy tudja, hol az a fiú. Miért nem visszük be? Befogjuk, ha meg tudjuk vádolni valamivel. Beszélgessünk el a pultos lánnyal. Nem kevesebb szer, mint 9-szer hívott fel egy feltöltős mobilt. Feltételezem, hogy Connor Barton telefonja volt. SMS-eztem, hagytam üzenetet. Egyikre sem válaszolt. Mikor látta utoljára? Eljött értem a bárba. Pénteken. Azt mondta, hogy elutazik, üzleti ügyek miatt. Köze volt ehhez az üzlethez Gary Mellonnak? Alig ismerte Gary Mellont. Majd minden este a klubban volt. Gary állandóan félrészeg volt. Önsajnálatba fulladt. Ő a szívét önti ki magának, maga meg az italokat, mi? Declan azt mondta, hogy tartsam ott, ennyi. Szóval tudja, hogy valami történik. Gyakoroljunk nyomást Gary Mellonra. Mi lenne, ha elrabolnánk a fiát üzenetképpen? Nehogy megeredjen a nyelve. Connor nem menne bele gyerekrablásba. Tudta, hogy a zsaruk figyelik a klubot. Ezt ő mondta magának? Pár civil ruhás. Figyelték a helyet. Connor nem volt önmaga az elmúlt hetekben. Tudtam, hogy titkol valamit, és... Amikor nem mondta el, arra gondoltam, hogy Grace Webley... Micsoda? Miért akart volna ártani Grace Webley a saját emberének? Ha ez bűnrészesség, szívem, szabadságvesztés elé néz. Declan és Connor saját üzletet csinált. Úzsora, kocsilopás, kártyás csalás. Mindezt Grace Webley háta mögött? Hm? Rosszul bírta, hogy az anyja nem becsülte. Mégis rábízta a klubot. Csak hogy távol tartsa az űrtől. Grace elnéző volt Declannel. De tudta, hogy veszélyes. Ez az egyetlen esélyünk, hogy rács mögé dugjuk. Még mindig le tudjuk tartóztatni a barátját. Egy kiskorú elrablása miatt. Kérem, hogy adjon nekünk valamit, amivel ehhez köthetjük Declan Webley-t. Gary bejött a klubba. Szombat este. Aznap, amikor eltűnt a fia?
Bement Declannel az irodába. Nem maradt sokáig. 5 percet, max. Olyan arccal ment el, mint akit halálra ítéltek. Igen, Mark? Friss hírek Declan Webley hollétéről, asszonyom. Úgy tűnik, hogy eltűnt. Nem kimondottan ezt akartam hallani, Mark. Asszonyom. Declan Webley felszívódott. Nem igazán meglepő. Állítsa rá a járőröket, találják meg és hozzák be kihallgatásra. Asszonyom, találtam egy anomáliát Connor Barton anyagában. 3 hete letartóztatták, terjesztési szándékkal. Nem emeltek vádat. Bizonyíték hiányában elengedték. És ezt kiengedélyezte? Nem szerepel rajta. Asszonyom. Mi az? Connor Bartonhoz találtunk egy mobilszámot. Sikerült bemérnünk a GPS adatait. Usely Village környékén lehet. Szép munka, Jack. Látni szeretném apukámat. Akiknek dolgozom, figyelik a házatokat. Ha azt akarod, hogy túléljék, ne nyavajog nekem. Kell az inhalátor. A táskámban van. Connor Barton ételt és cigit vett tegnap. KP-ban fizetett. Biztos ő volt? Egy furgonnal érkezett. Azt mondta a boltosnak, a környéken marad. Jó, tudjuk még szűkíteni a koordinátákat? Van egy farm a folyónál. Ismerem. Ki szokták adni nyaralóknak? Ki is adják? Az a hely egy romhalmaz. Azért nézzük meg. Szürke furgon parkol előtte. Jó, jöjjön! Lassan! Várjuk meg az erősítést. Azonnal be kell mennünk. Nem tudjuk, hány emberrel van dolgunk. Healy őrmester vagyok. Úton egy Usely Village melletti tanyára. Egy emberrablással kapcsolatos gyanúsítottat keresünk. Fegyveres támogatást kérek. Igen, valaki távozik. Egy jármű most hagyja el a helyszínt. Nem látjuk jól a rendszámát. Rendszám megerősítése. DA14NWD. Thank you.
Asszonyom! Mentőt és helyszínelőket kérek. Mondja, hogy nem ő! Mondja, hogy nem a fiú! Lövés a szívbe. 22-es kézi fegyver. Ez a kiégett kör itt megegyezik a cső torkolatával. Füstnyomok. Minden kontaktlövésre utal. Ó, és ott dulakodás nyomát látom. Valaki követhette a házból. Igen, dulakodni kezdtek, és elsült a fegyver. Jó esély van rá, hogy találunk DNS-t is. Lássuk, megtaláltuk Connor Barton új lenyomatát a hálózsák cipzárján. Valószínű, hogy a kanapén aludt. Hétvége óta itt dekkoltak. De azért megpróbálták eltüntetni a nyomaikat. A hátsó ajtókirincse tiszta. Más új lenyomatát is megtaláltuk a szekrényen és a szék hátulján. Futtassa le az új lenyomatokat, Malcolm. Hát, ha van egyezés Declan Wembley-vel, benne lesz a rendszerben. Mi van a fiúval? Fenntartották a padláson. Megkötözték. Olyan közel voltunk, és elvesztettük. Bárki vitt el, abban a kocsiban volt. Megpróbálom azonosítani, de... Stanhope főfelügyelő, ott van? Igaza volt az új lenyomatokkal. Van találat. Declan Wembley. Nem bírja a gyomra a szívem? Hallottam a lövöldözésről. Nem gondoltam, hogy... Hogy Connor Barton? Az a birtoklásos eset. Maga volt, aki hagyta elmenni. Pár hete hoztuk be. Mentelmi jogot kap, ha a Wembley ügy bíróság elé kerül. Magának volt egy informátora? Egy gyilkossági nyomozás gyanúsítottja, és maga nem mondta... Védeni akartam a forrásomat. Figyelmeztette, hogy rablást terveznek? Felkészültünk volna rá. Akkor azért egy megkérdőjelezhető forrás volt. Az utolsó napokban felszívódott, aggódott, hogy Wembley-ék rájöttek. Ha így volt, szívem, csak magát okolhatja. Szóltam, hogy hagyja Grace Wembley-t. Nem egyedül szúrtam el az ügyet. Két gyilkossági ügyben nyomozok, és elraboltak egy gyereket. Nem vártam meg az erősítést. Megkérdőjelezhető a vezetői jogosultsága. Veszélyben volt a fiú élete. Nem várhattunk tovább. Akkor hol van most? Szóltam a parancsnok helyettesnek. Úgy döntött, elveszi magától az ügyet. Igen, Stanhope főfelügyelő.
Mi? Leveszik az ügyről? Kizárt. Hát ez nem lehet igaz. Főnök! Beszélni akarnak velem. Nem akarom megvárakoztatni őket. Komolyan képes most feladni? Nézze, maga csak koncentráljon a fiú megtalálására, rendben? Aiden, én vagyok. Hívjon vissza, ha megkapja. Segítenie kell. A főfelügyelő távolléte miatt én veszem át az irányítást. Ha Connor Bartont mégis kihallgatták, nem szabad elfelejtenünk, hogy valószínűleg lelepleződött. Pillanatnyilag ez csak feltételezés. Tudjuk, hogy Declan Webley ott volt a tanyán. Van új nyoma hollétéhez? Eddig semmi. De ő felel Connor meggyakolásáért. Küldjünk ki valakit a kocsmába. Hát, ha hajlandóak elmondani, hol lehet. Mike? Ideje tájékoztatni a sajtót. Fűtsünk be vele Grace Webleynek. Mi legyen a megfigyeléssel? Hála Stanhope felügyelőnek. Azt hiszem, már úgyis lebuktunk. Jó, ha a főnököt visszahívják, én is leléptem. Connor barátnője, Eva Pinnock. Valaki mondja el neki. Piszkáljuk meg egy kicsit a vallomását. Felírtam a Paytoni lakcímét. Menjünk el hozzá együtt. Remek. Állj, duguljon el! Majd füttyent, ha szüksége van magára. Tartsa szemmel a kocsit, szívem! Ez már kimeríti a zaklatást. Beszélgessünk. Csak mi ketten. Ez a helypont jó lesz. A rendőrség nem nagyon kereste a gyilkosát. Végül is csak egy Webley volt. Megértem, miért akarja Declan biztonságban tudni. Ha lehet, ne végezze úgy, mint a báty. A benne lévő harag megijesztett. A gyújtóbomba figyelmeztetés volt, igaz? Anyukája finoman szólt, hogy túlment a határon. Ellopott egy egész kemény drogszállítmányt, hogy bebizonyítsa, méltó a családi névre. Vége a beszélgetésünknek. Connor Barton, megtaláltuk a holttestét a tanyán, ahol fogva tartotta a fiút. És a gyerek? Még nincs meg. A fiát is a helyszínhez kötöttük, ami gyanúsítottá teszi gyilkossági ügyben. Declan egyedül Connorban bízott. Hát, amikor kiderült, hogy a legjobb barátja besúgó lett, csalódott volt. Connor magának köszönheti. És mi van a fiúval, Joe Mellonnal? Nem számolgatom az esélyeit, de tudja, mire képes a fia. Mindenkinél jobban. Maga jön, szívem. Azt kéri, hogy adjam fel. Egy felnőtt férfi elrabol egy tinédzser fiút. Éppen maga mondta, hogy nem szokott így üzletelni. Gondolja, hogy Declan visszajön anyucihoz ezek után? Szerintem azt teszi, amit anyuci mond neki. Még rendbe hozhatja a dolgokat.
Mit tudott intézni? Ki ügynökkel? Nagyon jóban vagyunk. Bevetette a sármját, igaz? Egyetért, hogy maga egy dinoszaurusz. Mi? Meg kellett nyernem. Igaza volt, mint mindig. Az NCA vezetősége nem hagyta jóvá a Connor Barton alakot. Ezzel az összes szabályt megszegte. Mi volt Grace Webley-vel? Az egy keményebb menet volt. De szerintem megértettük egymást. Sajnálom. Tudom. Anya! 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 Földre! Anya! Anya! Erre vigyék. Declan Webley, letartóztatom gyilkosság vádjával. Malcolm? Úgy hallottam, átrakták a víz alatti kutatási osztályra. Aha. Csak folyosói pletyka volt. A Connor Barton gyilkosság. Talált bármit, ami Declan Webley-re utalna? A szálak az elhunyt kabátján nem egyeznek a farmházban talált darabokkal. Volt bőrmaradvány az arcán és a nyakán. Most folyik a DNS elemzése. Talán még várnia kéne a kihallgatással. Nem, már 3 órája behoztuk, Malcolm, nem várhatok tovább. A rabláshoz hozzáköthetjük. Mi van? Ne nekem köszönje, hanem a szúnyognak. Ugye vicce? Tele volt a vérével. Felhozhatja, Kenny! Letartóztatta Declan Webley-t? Épp most tervezem kihallgatni. Ha elfelejtette volna, levették az ügyről. Ezt tisztáztuk a parancsnok helyettessel, szívem. Félreértés volt. És gondoltam, nem említem a kis egyességét Connor Bartonnal. Mivel az nem volt szabályszerű, igaz? Igen. Szemet hunytam pár dolog fölött. Ki nem? Jó, de zsarolással vette meg, szívem. Pont ahogy Webley-ék is. Engedélyt adott súlyos bűncselekmény elkövetésére. Na, ez már korrupciónak tűnhet a fenti ideges típusok számára. Egy jó tanács. Ha megszegi a szabályt, valaki mindig tudjon róla. Egyébként ott a megfigyelő a folyosó végén. Connor Bartont tegnap ölték meg egy Usley melletti kis tanyán. Valóban azt hiszi, hogy én öltem meg. Tudjuk, hogy besúgó volt, mire szíven lőtték. Webley módszernek tűnik. Connor családtag volt. Sosem árult volna el. Bizonyítani tudjuk, hogy ott volt. Tele van a ház az új lenyomatával. Connor hívott.
Azt mondta, rablásba keveredett. Oda mentem beszélni vele, ez minden. Hol a többi? A kamionban maradt. Megvan, ami kellett. Barton is ott volt a tanyán. Joe Melonnal együtt, a sráccal, akit Bedlingtonból rabolt el. Semmi sincs, amivel bizonyíthatná. Connor nem fog beszélni. Nem, de van egy vallomásunk egy tanútól, szívem. Azt mondja, találkozott Gary Melonnal a klubjában azon az éjszakán, amikor a fiát elrabolták. Rávették, hogy segítsen a kikötőben. Hazudik. Tudja, kiről lehet szó? És a helyszínelők is találtak valamit. Nézze, a kis szúnyogban talált vér teljesen megegyezik a magáéval, ami bizonyítja, hogy maga vezette azt a kamiont. És ez elég ahhoz, hogy megváduljunk Gary Melon meggyilkolásával. Elegem van a gyerekből! A gyerek tartja vissza Garyt, hogy beszéljen! Együtt vagyunk ebben, Pajti. Nincs visszaút. Mindig bíztam benne. Most is bízhatsz. Tedd le a fegyvert, Declan. Megnéztem a fiatal korából való orvosi jelentést. Borderline pszichózis. Nem ezért állt kórházi kezelés alatt. Féltékeny volt a bátyjára, de az anyja mindig kihúzta a szarból, szívem. Néha figyeltem őt. Sose vette le róla a szemét. Ha anyám rajta kapott, csak átnézett rajtam. De ennek az egésznek nincsen semmi köze ehhez a fiúhoz. Az anyukája még most is otthon ül és aggódik. Mondja már el, hogy hol találjuk. Kérem. Ott hagytam a házban, Connorral, a rablás napján. És akkor láttam őket utoljára. Anyu? Joe? Hála Istennek! Jól vagy? Igen. És hol vagy? Nem tudom. Egy fülkénél. Egy tábla szerint Meldon mellett. Joe, maradj ott, ahol vagy. A rendőrség megy érted. Ne! Ne a zsaruk! Rendben. Anyu, nagyon figyelj rám. Peter már megy is érted, kicsim. Ígérd meg, hogy nem is sehova. Joe? Joe! Jó. Igen, értem. Kivel beszélt a fiú? Az anyukájával. Azt mondta, ilyetnek tűnt. Miért nem hívott fel azonnal? Mert Joe kérte, hogy ne tegye. Az utolsó hívás már több, mint egy órája volt. Most már akárhol lehet. Nem juthatott messze, ha gyalog van. Reméljük, így van, és nem egy csomagtartóban dekkol. Rendeljünk ki rendőröket a főbb utakra és a közeli falvakba. Mr. Hanson, gondolom átkutatta a közvetlen környéket. 20 percig autóztam körbe-körbe. Nem találtam egy ből ide. Értékes időt vesztettünk. Mi hamarabb itt lehettünk volna. Nem gondolkodtam tisztán. Beültem a kocsiba, és idejöttem. Hogy segíthetek? A legjobb, amit tehetsz, szívem, ha most hazamegy, és a rendőrségre hagyja. Rendben. Van rá esély, hogy nem is volt abban a távozó kocsiban a tanyánál. A fülke pár kilométerre van attól a háztól. Hol alhatott az éjjel? Felhívta az anyját. Azt mondta, jól van. Miért nem rejtőzött tovább? Jó, hogy nem futott bele Declan Webley-be. Asszonyom. Csekély, igaz. Van valami? A kocsmában semmi, de a tulaj azt mondta, körbe kérdez. Maradjunk kapcsolatban a taktikai egységgel.
Fiatal srác, vidéki út. Valakinek látnia kellett. Meg is vagyunk. Hát, aztán nagyon cseles voltál. Aggódtunk miattad. Kiment a bokám, amikor leestem a tetőről. A tetőablakon másztál ki? Okos srác vagy. Láttad a férfiakat, akik fogva tartottak? Felismered valamelyiküket? Nem láttam az arcukat. Az anyukája elindult. Na, ez jó hír. De az egyikük meghalt, ugye? Hallottam a lövést. De nem láttad, hogy mi történt? Elfutottam. Az erdőben bujkáltam. Hát, alaposan átfázhattál. Nem volt vészes. Már nem kell ezen agyalnod, szívem. Többé nem bánthatnak. Apukámmal mi van? Ő is ide jön. Joe! Köszönöm! Joe! Gyere ide, Joe! Szükségem lesz egy hivatalos vallomás. Rendben. Nem szenvedett már eleget? De persze, nem sürgős szívem. Menjünk haza. Gyere. Mehetünk. Joe, jól vagy? Minden rendben van. Éhes vagy. Gyere. Jó lesz hazamenni, mi? Igen, igen, semmi van. Teljesen ki van. Most vesztette el az apját. Idő, amíg megemészti. Azt mondja, nem látta az arcukat. Mintha nem hinne neki. Tudom, hogy valamit nem mond el. Asszonyom, a labor átküldte az érintéses DNS elemzést. Connor Barton támadójától származhat. De nem egyezik Declan Webley-ével. Connor gyilkosa még kint van. Én Declan anyjára szavazok. Grace Webley-re? Mentességet kapott. Rájött, hogy hol rejtegetik a drogot. Connort védte. Declant alibiből adta fel. Nem, őszintének tűnt, amikor a fia sírjánál álltunk. Maga mondta, főnök, sose piszkolja be a kezét. Talán átvert minket? Hallom, megtalálták a fiút. Magának is jól jön. Ha Connor Barton halálát én okoztam, vállalnom kell. Jelentést teszek. Egy kicsit kutakodtam a tanya adásvételije, ahol a fiút tartották. Nem tudom, segít-e. Nem Declan Webley ölte meg Bartont. A DNS elemzés kizárta. Mi ez a Bright Holden Enterprises? Egy névtelen fedőcég. Bright Holden. Bright Holden. Mintha láttunk volna csekket ettől a cégtől. Hanson Larford, az üzlettársa Peter Hanson. Ó, nem. Aiden! Keresse meg a fiú anyját! Hívja fel Kellyt most! Jövök egyel, szívem! Merre van? Hogy a francba képzeled? Ide jössz? A rendőrség keresi Declant. Tudják, hogy benne volt a rablásban. Mi van, ha beköp minket is? Nem fog. Kérem a részem. 30%-a, hogy megegyeztünk. Megkapod a részed, amint eladtuk.
Kelly nem veszi fel. Próbálja tovább. Gondolod, hogy ezután még dolgozik veled? El kell engedned a fiút. Vidd el egy kihalt helyre. És hagyd ott. Elfelejtetted, hogy ki a főnök? Szívem. Órák óta próbáljuk hívni. Lefeküdtem, napok óta nem tudtam aludni. Peter adott egy altatót. Vele szeretnék beszélni, szívem, merre van? Elvitte Joe-t teázni, hogy nyugodtan pihenhessek. Hová vitte? Azt hiszem, le a partra. Peter a helyi lövészklub tagja? Igen, hétvégenként lejár, hogy férfinak érezze magát. És haza szokta hozni a fegyverét? Miért? Mi történt? Amit a tanyán láttál, más volt, mint hiszed. Azt mondták, bántani fognak, ha nem segítek a rablásnál. Anyád következett volna. Azt hiszed, nem mondom el? Börtönbe dugnának. Ezt szeretnéd? Mit mondtál a zsaruknak? Semmit. Jóvá fogom tenni. Ígérem. Mennünk kell. Sehova se akarok menni veled. Most azt teszed, amit mondok. Menjünk haza. Szóljunk anyunak. A srác azt mondta, hogy tudják, hol lakunk. Mutatott képet. Fogd be és haladjunk. Téged keresnek? Ha elkapnak, végem van. Tudod, mit tettek apáddal? Te ültetted fel apát. Miattad halt meg. Apád egy lúzer volt, megérdemelte. Apu 10-szer többet ért nálad.
Ereszel! Fegyvere van! Ó, oh, nem! Várjon! Jobb, ha nem próbálkozik, szívem. Hozzák a fegyvert! Hozzák a fegyvert! Sosem bántottalak volna. Aiden! Joe, gyere! A főfelügyelő kihozott, ha nem bánom. Nem, persze. Nem bánom. Szerettem volna látni Joe. Semmi baj. Joe ott van. Gyerünk, Joe! Hajrá, Joe! Gyerünk, Joe! Hajrá, Joe! Hajrá! Ez az Joe! Ez az! Lemaradt egy jó meccsről. Ügyes, ugye? Ha, igen. Ő ki? Hát, ő a fiam, Max. Ezt nem hiszem el. Jó, megnőttél. Hát, ha szökő évente egyszer látja. Köszönj. Szia, főnök. Hé, hey, ne pimaszkodj. Igazad van, apukát dinoszaurusznak nevez. Tudom. Na jó, ide hozod a hűtőtáskát? Jó ötlet volt elhozni. Tudom. Alig várta, hogy itt legyen. Örülök, hogy jól van. Ez az, nagyon szép volt. Jól van, tedd vissza a tetejét. Ez lesz. Elmegyünk utána hamburgerezni. Jó. Van kedve csatlakozni? Ne, menjen a fiával. Legyen néha apuka is. Szia, Max. Viszlát. Nem nézi meg a második fél időt? Melyiket kéred? Ez jó. Thank you.